ott láttam Jászonhoz kötve sok-sok mesét. Elhoztam nektek a legszebb. Nyakig láb, csupa háj, mállé száj. Egyszer volt, hol nem volt. Volt egyszer egy szegény ember, annak volt három fia. A legnagyobbik a nyakig lábnak, a középső csupa hájnak, a legkisebbiket mállé szájnak hívták. Ezek annyit tudtak enni, hogy az apjuk még kenyérben sem tudott nekik eleget adni. Egyszer elhatározta a szegény ember, hogy a legidősebbiket nyakig lábat. Ment, mendegelt nyakig láb. Betért egy öreg ember. Az öreg felfogadta egy esztendőre. Amikor letelt az esztendő, az öreg maga elé. Fiam, a szolgálatodért tessék, itt van neked egy asztal. Ennek csak azt kell mondani, terülj, asztalnakám! És ez annyi minden terít neked enni, inni valót, hogy jól fogsz belőle lakni. Az nyakigláb elfogadta a ajándékot, ment hazafelé, már besötétedett. Útjába jött egy kocsma, betért, evett, ivott eleget, aztán lefeküdt. A kocsmáros nagyon furfangos volt, mert megleste ezt a kulcsjukat. Amikor látta, hogy nyakig láb már mélyen alszik, belapózott a szobába, és kicserélte egy szakasztot ugyanolyanra, de nem volt szakasztot ugyanolyan, mert ez bizt nem terített. Másnap reggel örömmel fogta az asztalt, ment hazafelé, amikor hazajött. Eldicsekedett, hogy milyen asztala van ő neki. Terülj, asztalkám! De bíz, ez nem terített. Jól elvelték nyakig lábot, hogy így becsapta őket. Aztán elindította a középsőt, csupa hát. Mendegye. Amikor betért egy öreg emberhez, az öreg felfogadta egy esztendőre. Amikor letelt az esztendő, az öreg maga elé. Fiam, téged sem eresztelek jutalom nélkül. Tessék, itt van egy szamá. Ennek csak azt kell mondani, te tüsszent, csacsikát, és ez annyi aranyat tüsszent, amennyit csak akarsz. Hú, ennek már nagyon megörültem, csupa hát. Ment hazafele, már besötétedett. A csupa hát útjába jött ugyanaz a kocsma. Betelt, evett, ivott eleget, mondta, hogy csak reggel fizet. A szamarat felvitte a szobába, maga elé állította, és mondta, tüsszent, csacsikám! A csacsi egyezte a fülé, és ez annyi aranyat tüsszentett, hogy a csupahály már alig felelt el a sok aranyat. Amikor felszedte az aranyat, a kocsmáros ezt is megleste a kulcsukat. Amikor belopózott a szobába, kicserélte a csodaszamarat egy szakasztot ugyanolyanra. De el sem voltam szakasztott ugyanolyan, mert ez nem tüsszentett. A reggel örömmel fogta a szamarat, ment, fizette, ment hazafelé. Otthon eldicsekedett, hogy milyen szamara van ő neki. Tüsszent, csacsikám! És nem tüsszentett egy fityéget. Jól elverték csupa hájt is, hogy így becsapta ők. Na, már elkezdett jajgatni az öreg szegény. Jaj, már semmelyik fiam nem tudott rajtam segíteni. Aztán elindította a legkisebbiket, mállé szájt. Ő ment, mendegek,
ő is betért ugyanahhoz az öreg emberhez. Az öreg felfogadta egy esztendőre, amikor letelt az esztendő, az öreg őt is maga elé hívt. Fiam, a szolgálatodat tessék, itt van egy zsák, ebben van egy furkó. És ennek csak azt kell mondani, ki a zsákból furkócskát, és akit mondasz neki, azt verhetsz meg vele. Hú, ennek már nagyon megörültem, már létre. Mendege, már betörsötétedett. Ő is betért ugyanahhoz a fogadóba. A evet, ivott eleget a kocsmáros, meg már kérte az árát. De már erre megdöbbent Málisza, mert egy ficsingesen volt. Aztán már elkezdett lármázni a kocsmáros, hogy ő elviszi Málisza ruháját, vagy pedig becsukatja. Erre már Málisza is megdöbbent. Ki a zsák, elővette a zsákot, ki a zsákból furkócskán, verd meg jól a kocsmáros. A furkó kiugrott a zsákból, folytvást kezdett teljes erőből verni a kocsmáros, ahol csak ért. A kocsmáros egy ideig még eltűnt, aztán már nagyon fáj neki. Jaj, már hagyd abba a verét, inkább visszaadom, amit a bátyáittal ellopott. Mit lopott el nékem kent a bátyáim? Mit lopott el kent az én bátyáim? Hát, a terüli aztán, meg az aranyat tüsszentő szamarat. Hát, ha odaadod, abba hagyom a verét. Oda! Aztán vissza a zsákba, furkócská! A furkó visszaugrott a zsákba, a kocsmáros behozta a terüli aztán, az aranyat tüsszentő szamarat. Boldogan ment hazafelé Málisza. Most már volt mit enni, inni, elmesélte, hogy szerezte vissza őket, volt mit pénzük, volt mint enni, inni valójuk, nem voltak szegények, gazdagok voltak, és ha gazdagok nem lettek volna, az én mesém is tovább tartott volna.